Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Összeszedte egy internetes portál hírességek furcsa alvási szokásait, és mindig jó az ember világsztárokról olvas ilyet, és aztán közben rájön, hogy van egyezés közte és az ő kis drága felesége, legalább vagy a ennyi férje, vagy a gyereke között, mert hogy Mariah Carey, Stephen King, Tom Cruise, Huffington, Erina Huffington, Eminem, Michael Phelps, tessék? Ki ő a Muffington? Ő egy nagyon híres operaénekes nő. Igen. Tudom, hogy kamuzott be, jó ide, jó. Figyelj, nagyon hülye vagy, nem hallottam Muffintonról. Hát a Milánói szkálába kezdte. Muffin, szóval a Milánói sugárma folyt. Na, szóval hogy hogyan alszanak világsztárok? Nézzük meg, és aztán nézzük meg, hogy kire jellemző ez, ki alszik nálunk is hasonlóan így, illetve drága hallgatók, már most szeretnénk kérni, hogy elemezzétek páratok furcsa alvási szokásait, amikor letépi rólatok a takarót, amikor közös takaróval akar aludni, és ti külön takarót szeretnétek, de nem mertek vele ellenkezni, mert sértődés van a dologból. Akkor úgy horkol, hogy egy IKEA gyertyát rakná legszívesebben az orcimpájába, hogy hagyja abba. De a nagyot, mert befér. Egyáltalán az, milyen lefekvési szeánszai vannak. Tehát innen indítsátok az elgondolást, az SMS küldést, hogy lép be az ágyba, hogy leteszi a kis pohárvizet, hogy mellé rakja a gyógyszerét, hogy mindig úgy találjátok meg a párotokat, hogy elalszik, egy sort olvas, csak a kedvenc könyvéből a mellkasára rakja, és már vidáman alszik, ahelyett, hogy olvasva közben nagyon horkol. Titokban, mikor te már majdnem elalszol, pukkant egy aranyosat, és ebből érzed, hogy neki már ugye az ellazulás állapotába került. És azt hiszi, hogy te már alszol, ezért óvatosan kezd neki a dolognak, picit fészkelődik, picit mozgolódik, aztán pedig... Szóval írjátok meg a fura alvási szokások, és... Belekapaszkodik a takaróba, nehogy elfújja. Igen, fura alvási szokások, és fura alvási ráköszülések. Tom Cruise, hát róla kevés ilyen információnk van, elzártan él, hisz a szkientológiában, de ugye hát keveset tudunk róla. Igen. Tom Cruise állítólagosan brutálisan horkol, rettenetes mennyiségű orváladékának köszönhető. Nem áll. Jézus, nem volt benne a címen. Jó, csak valami bele kell tennem, hogy kicsit békesebb vagyok. És állítólagosan kialakított magának egy hangszigetelt szobát az ő házában, hogy senkit ne zavarjon, ugyanis falakat horkol ő át, és szobányi távolságokat győz le a horkolásával. Tehát ő a kifelé menő zaj ellen épített ilyen szobát. Igen, ő épített egy szobát, hogy nyugodtan tudjon aludni, és ez ne zavarjon senkit. Egyébként kit zavar? Tehát ki alszik még Tom Cruise van, mellett? Ki jó, akar még egyáltalán élni vele? Anyu meg Suri elment otthonról, ugye? Igen. Mariah Careyről azt szedte össze ez az amerikai bulvárlap, hogy kiemelt figyelmet fordít az alvásra, nem apróz el, éjszakánként kevesebb, tehát majdnem 15 órát alszik, tehát ő nem hajlandó kevesebbet ágyban tölteni, alvással történik, ennyi időre van szüksége az, hogy megfelelően tudjon énekelni. 20 párologtatót helyez el a különböző pontjain a lakásnak, mert kiméli a torkát, ebből minimum 5 az ő hálószobájában van. Ez a gőzölős vacak, ez a gőzölős meg egész este így nála. Van. Igen. Milyen lett, amikor Mariah Carey és Tom Cruise együtt alszik? Az milyen lett? Brutális. Stephen King. Hát ez egyik legsikeresebb íróról van szó. Ő elmondta, hogy mindig megmossa a fogát, ez azért nem annyira furcsa. Igen, ezért nem annyira furcsa. Igen, eredeti. És hogy folyamatosan arra törekszik, hogy minden lefekvés előtt ő egyébként kezet tudjon mosni, mert hogy nem tudja, milyennek az oka, de folyamatosan szerető tiszta kézzel lefeküdni. Tehát közvetlen lefekvés előtt ő még gyorsan kezet mos, ha elfelejti, felpattan, megmossa a kezét és visszafekszik az ágyba. Aha. Lehetőleg az ágy és a mosdó között már nem ér semmihez. Nála ilyet, hogy megfolyja a fürdőszoba kincset, jaj, visszafekszik. Most hát a lényeg, hogy szűz kézzel feküdjön le. Én róla abszolút azt gondoltam volna, vagy azt képzelném el, hogy nagyon-nagyon rosszul alszik, állandóan rémálmok gyötrik, nincsen otthon fogsejem, hogy valaki azzal folytsa meg. Persze, igen, a saját regényével. Fél, de nem az komolyan, tehát hogy neki, tehát egy ilyen fantáziával megáldott ember, aki ráadásul mindenféle rémhistóriák világában él, és hogy a kenyerét is ezzel keresi gyakorlatilag, hát én azt gondolnám, hogy önnek nagyon-nagyon rossz álmai vannak, és időnként egy felébredt felrió. Vagy már csak a sarokba lőtt. Szerintem vagy az! Hát 10 éve meghaltál!
A párnáinak egy bizonyos irányba kell néznie, a gombos részeknek mindig az ágy másik oldala felé. Ezt ő összerendezés nem hajlandó olyan ágyba befeküdni, ahol a párnák esetleg máshogy állnak, és a gombos részek nem néznek egy irányba. Életrajzi könyvében mesélte ő ezt el, fogalma nincs, hogy ez miért alakult így. Nem hajlandó olyan ágyba befeküdni, ahol a párnák nem egy irányba néznek. Azért kényszeresek ők is felé. Igen, beteg, nem? Ez igen. Beteg. Igen. Mici csiki, visszajöttél! Ez már nem Mici csiki! Ez valami gonosz! Igen. Eminem. Na. Befóliázott ablakokkal próbálja a hálószobán kívül tartani a napfényt, mert hogy a sötétítő már nem elég neki. Nem hallott a redőnyről valószínűleg, hát náluk azért, nálunk itt a Balkánon ismerik a redőnyt, ők egy ilyen szép házra nem tesznek fel redőnyt. Fóliát rakatott az ablakára azért, hogy nagyon sötét legyen, mert a fólia az egyetlen, ami azt az érzetet kelti, hogy full sötétben tud aludni. De és napközben mit csinál? Lekaparja? Mert a fólia az rajta, érted? Lekaparja. Hát de nem, a fólia éjjel-nappal rajta van. Lehet, hogy van még egy szoba a házában. Ja, ugye csak a háló, de a hálóba örök sötétség honnol. Hát ott akkor falazza föl. Na, igen. De például az a szemlekötő, az neki nem jó. Hát hülye néz neki azért értelmes. Rányit ugye egy bulvárlap, hogy ott bekapogtatnak Eminem, és a világ legnagyobb rappere kijön egy szemlekötőbe, egy picsikos pizsomába és egy rohadt nagy elefánt ormányos papucsba, érted? Tehát hogy néznek? Michael Phelps, ugye a világ egyik legjobb. Így van, súlylökője. A világ egyik legsikeresebb úszója, egészen speciális körülmények között alszik, ő kialakított magának egy kamrát, amiben a légnyomás olyan, mint a 2700 méteren lenne. Hagyjál már! De megvan az oka, sok sportoló nem, csinálják. Azért alszik ott, mert a szervezetét ez munkára ösztönzi, és az alvással elment 8-10 óra sem vesz kárba, hanem egyszerűen közben is dolgozik a szervezet, így jobb teljesítményekkel tud felkészülni a versenyekre. Ő csak ebben a kamrában hajlandó aludni. Mondjuk megnézném azért egy ilyen roadshow, vagy egy ilyen utazásnál, vagy egy nyaralásnál, igen, hogy megy utána két, nem tudom, asszisztens is viszi ezt a kamrát. Még szállodba lesz, hova csekkoljunk, és viszik a kamrát a szállodába. Szóval ő kamrában alszik, beköltözik magára csuki, ez egy tojás alakú kis búra, és abban hajlandó csak aludni. Na, most rögtön telefonált a szponzornak, Cseh Laci. Hallottad? Na, ez egy jó nap. Hosszú Katinka itt levelet a gyárfásnak, hogy ja, akkor ezt is addig nem írhat, megy a többi közé. Na, hát a miénket már sokszor megbeszéltük, hogy ki hogy alszik nálunk, ugye? Azt pontosan tudjuk, hogy kinek milyen beteg alvási szokása van. Hát Messze János a legbetegebb, azt most ne elemezzük ki újra, hogy a hálózsák, a melegítő, a jéger alsó. De már legalább hogy ez miért. Igen, szemlekötő füldugó. Tehát téged igazából kis rabolhatnak, és sokszor megállapítottuk. Neked olyan, ami furcsa esetleg, vagy szokatlan, neked ilyen egy paplanba nyomjátok, ugye? De ennek most véget fogok vetni, véget, mert most már elegem van. Igen. Elegem van, az van, hogy mindig a család... Mindig fázba ébredsz mesztelen üdideregben, mi? Pontosan, ez eddig nem volt, és... Megerőszakol. Azzal nagy baj nincsen, érted, az minden este megvan egyébként. Egy orszívó porszívó van a seggedben. Családnőtagjai alszanak háton, tök nyugodtan, és levéve az összes takarót, bárki van melletted. Mi férfiak alszunk ugye rendesen, oldalra összekucorodva, és most már én is úgy alszom, mint a Soma, de rájöttem, hogy az van, hogy mert lehúzzák rólunk a takarót. És én eddig imádtam a békával úgy aludni, nekünk egy nagy takarunk, össze bújtunk kis kifli, nagy kifli, és alszol. És most már mindig az van, hogy nyomorultul hajnali 3-kor arra ébredek, hogy megfagyok a hidegtől, mert lehúzza rólam a takarót. Ez nem, én nem utálom az egy paplan, mi külön paplan, nem vagyok hajlandó, nem vagyok hajlandó. Ez ad ide, és egész éjszaka vívtok. Kis lefekvési szokás, egy pohár víz, kis gyógyszer, papucs egymás mellé, éjjeli lámpa. Mi reggel vesszük be a gyógyszereinket, jó? Drága ötvenesek, meséljetek, mi vár azon az oldalon? Egy pohár meleg tej, ne kelljen pisilni, vagy előtte még elmentek, kicsit pisiltek, kirázzátok, visszafekszetek. Van már ilyes, éjjeli lámpánál alszotok, hogy megtaláljátok a pohár vizet, semmi? Teljesen flott lefekvés, ez még így 50 körül? Egy kimosott egy zacskó fölgumizva. Ha véletlenül legyen. Kakaós, igen, egy tejtartóban az éjjeli szekrény. Szóval semmi, teljesen flott lefekvés egyelőre? Egy dolgot nézek kis meg. Kis kavinton, kis gyógyszer, kis sablekötő, semmi? Nem, jó, nem kell. Én egy dolgot nézek meg, hogy a kulcs, amivel bezárom az ajtót, az viszintes legyen. Mi van?
Tehát, hogy a toll, ja, hogy ne függőlegesen álljon, ja, akkor nem tudják kinyomni az árból? Nem tudják kitolni. És ha elfordított felére, akkor az beakad. De okos. Na most már senki nem jut be oda. Hozzájön a 6 pontosan. Jó kifundásad. Ráadásul még a söprűnyéllel is alá van támasztva, ugye? A kilincs. Igen, és 3 darab ilyen porcelán üveg van, porcelán van rajta, tudod, amikor leesik valaki bejön, akkor az összetörik. Most én elkezdtem ilyen hyperíző szőlőzsírral kenegetni a számat valamiért. Lefekvés előtt? Lefekvés előtt közvetlenül. Valamiért elkezdett valami kiszárad a szám alvás közben, és nem szeretném, ha kiszáradna a szám alvás közben. És ezért epres szőlőzsírra. Igen, az epres a kedvencem. Van egy ilyen, azt hiszem Princess, vagy valami ilyen. Na, Little Princess azt hiszem. És ott áll a kis éjjel, szekrényedre bekened a kis szácskádat, és utána lefekszel. Igen, picit, és akkor így. És olyan jó érzés. Csak az a baj, hogy rájöttem, hogy minél több ilyen dolgot beépítek, annál hosszabb ideig tart. Hát ez egy hosszú ritualé, persze. És akkor érted, hogy mit tudom, le akarok feküdni 11 órakor, akkor már 10:30-kor el kell kezdenem így végigjárni ezeket a különböző stációkat, és egy kimarad, már nem alszok. Mit csinálsz, Jani? 5:30 elkezdek lefeküdni. Aha. Indulnak a kis rituálék, papucs, pizsoma, szőlőzsír. Jó éjszakát, kis mackó, jó éjszakát, Miki, jó éjszakát, anya. Szia, virág, szia, na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, a párotok mivel küzd, mi megy a harc? Ki alszik kis kifliben, nagy kifliben, kinek van furcsa lefekvési, előkészületi vagy elalvási szokása, illetve mit csinál álmában? Tehát azt is várjuk, aki előszeretettel szórakoztatja a házastársát úgy, hogy átkarolja, magához húzza, kiszorítja, odabújik. Tehát milyen harcok mennek az ágyban, ezt írjátok meg nekünk, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Többen kérdezitek, az időjárás nehéz mit mondani, nagyon szeszélyes, meleg lesz, napról napra egyre melegebb, de hát esőre kell készülni sok helyen. Úgyhogy esőkabátot tegyetek be, de jön a jó idő. Jön a jó idő, már egyébként pénteken 23-25 fok lesz, hétvégén is. Az jó. És jövő héten, keddig látom. 22-23. 24-25. Hús felhő. Jó lesz ez. Nagyon korrekt. Hétfőből péntekig, ugye tavaszi kitelepülésen vagy. Bizonyám. A helyszíneket megtaláltak egyrészt a Vazén, másrészt pedig ugye a Facebook oldalukon, a Morning Show-nak a honlapján, mi is folyamatosan mondjuk itt a rádió műsorban. Úgyhogy... Megtaláltok bennünket. Megtaláltok minket. Na nézzük az SMS-eket, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen furcsa elalvási szokása van, illetve ki hogy alszik. Végigvettünk egy-két világsztárt, mert hogy egy bulvárlap hát szétszette őket, és kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti vagy a páratok milyen fura alvási szokásokkal rendelkezik. Mónika Belucsiról lehet tudni valamit? Álmodik rólam? Igen, mindig egy buborék jelenik meg a feje felett, és a te neved van benne. És mesztelül alszik, és hívog a támába. De nem saját magát látja, hogy hálás tekintetel néz visszafelém a jobb válla fölött? De nem, alulról néz fölfele rá. Kicsit mosolyog, mindig ezt támadja. És látszik rajta, hogy nem hiszi el. Igen, nem hiszi el, hogy ez hogy végre valahol vált az álma. Hogy? Isten. Az én párom rendszeresen a mellkasomon alszik el, mondván ott alszik el a legjobban, közben a felsőm 3 deciliter nyálat szív fel, így én már kis törölköző darabokat teszek előre a szája alá, ha már fordul egyet, akkor vagy rocsog, mint a kotyogos kávéfőző, vagy csámcsog egészen rocsog reggelig. Ilyetve nekünk valaki. Párommal messzenül alszunk, a kicsit hideg van, zoknit húz a hímtagja. Ne, jaj, nem, már ez nyilván az fázi, persze. De szamadta, nem lenne egy boxer alsó. Csak oda húzza. Párom lehúzza a közös takarót, felszorít a falra, minden apró neszre úgy megijed, hogy akkorát rúg belém, azt hiszem meghűlök. Ez is esemény. A párom leül az ágyra, és összedörzsöli a talpát, hogy a porpiszok ne kerüljön be az ágyba. Ezt minden este végig kell nézni. Az én párom addig nem tud aludni, amíg nem iszik meg 7 kiskorty friss vizet. Hetet? Nem 6-ot, nem 8-at. Nem 6-ot. Valaki ülte nekünk. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, jó reggelt! Hello. Adri, hello Adri. Na, hogy alszik a párod? Hát minden leszek, és ott van egy kötelező szánc, hogy megigazítja a kis függönyt párhuzamos erdőkbe. Párna az ágy félére, kötelezően. Kicsit halkítsd le a rádiót, létszi, mert ebből semmit nem értünk. Oké. Okay. Köszi. De te mit csinál, hogy megigazítja a redőnyt, vagy... A redőket a függönyön. A redőket a függönyön, végig. Az fontos. Igazítja, igen. Igazítja, hogy legyen ott a gyűrődés. Aztán a kis kulcsomaját az ágy, a plastalon megigazítja, hogy ne dőljön szét. A kulcsomon ne dőljön szét, igen. És mind a szerint ugye vízszintesen állítja az árat a zárban. A kulcsot az árban, a biztonságtechnika, az nem kettyenés. Nehogy csak úgy betörjenek oda könnyen. És ezt minden este Adri megcsinálja? Minden este. Nyilván te ezzel jól szórakozol, nem? Hát igen.
És ha nincs a kulcsot, a kulcsom, akkor odahozza, megigazítja, és csak úgy fekszik le? Igen, igen, és szerintem, hogyha nincs megigazítva, akkor van, mert rosszul vele történni. Aha, hát kényszeresség útján elindult ő is, igen, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Hello. Az én férjem aranyosakat vakkant, mikor álomba szenderül. A múltkor a vonaton aludt el egy teli kabinban, újra jött az ugatás, ezúttal viszont olyan hangos volt, hogy ő maga is felébredt rá, hogy mentse a helyzetet, lázas köhögésbe kezdett, hogy ne legyen feltűnő. Picit félek, mi lesz esténként, ha lesz kutyánk. A férjemmel 5 hónapos kicsbabánk van, és közös paplan alatt alszunk, mikor felszír a kisfiunk, én átmegyek hozzá visszaaltatni, mire visszaérek az ágyunkhoz, a férjem az ágy közepére húzódik, a paplanom alá gyűrve, a párnám kisajátítva. Mikor nagy nehezen visszaszerzem, még ő morog, majd reggel a szememre veti, hogy felébresztettem az éjjel. Az, hogy én 5-ször keltem, és nem volt hova visszafeküdni, az persze nem számít. Egyébként ezek az éjszakai csatározások, ezek nagyon jók. Amikor te is alszol, ő is alszik, de közben csendes vívás van. Meggyőzhetetlen a másik, hogy például az, hogy horkol, azt nem tudod neki elmagyarázni. Nem, az egy fájó pont, amikor igen, bejelentik, hogy horkolsz. Igen. És azt mondod, hogy nem én voltam. Nem. Nyilván nem, hát hiszen te alszol, te nem emlékezhetsz rá, hogy... Egyszer fölveszem. Jó, vedd föl, de nincs mit. De hogy? Egy időben minden este jobb és bal mutatóját 9-szer kopogtam, micsoda, jobb és bal mutatója 9-szer kopogtam a párnám alatt. Csak így tudtam elaludni. Hoffi CD szólt, mikor lefeküdt a férjem, kb. 3 másodperc múlva aludt, én meg ettem az ideget, mert nem bírtam elaludni. Minden este ki kellett másznom az ágyból, kikapcsolni a magnót, ha aludni akarta. Tényleg úgy azért fekszik le valaki, hogy Hoffi CD-re alszik el, persze. Az jó. Azért az szerencsés, nem? Tudod. Te úgy egy perc múlva alszik, tudod, egy perc múlva alszik, te meg mehetsz ki. Igen, vagy hallgatod a ízét, hogy a kós Hoffi duettet. Cini, cini, kis egér, minden lukba belefér. És tudod, menj a lukba. Igen. Apám feláll az ágyra, és onnan helyezkedik fekvő pozícióba, fél évente törik össze az ágyrugó. Beugrik a papa. Papára van vitalitás. Felugrik, és egyenesen bedől az ágyban. Igen. Az asszonyom verekszik álmába, már 2-szer könyökölt orba, és vágott pofon, már párnával a fejemen alszok, mert így nem hallom meg egyébként, hogy mit csinál. Pisti küldte nekünk. A csajok tudnak egyébként, igen bunyózni. Hétköznap, napközben, ugye ébren elfolytja ezeket a dolgokat, és álmában jönnek elő. És álmában pedig agyonver téged? Ellened irányul egyébként? Igen. De azt ismeritek azt az érzést, amikor itt tudom én hihetetlen nagyokat rúgtok, vagy ilyesmi. Tehát, hogy persze, ilyesmi. Mert fűzle az idegrendszer, úgy lazulnak ki ezek a görcsök, és abban a pillanatban van ilyen izommozgás. Én valamelyik nap úgy aludtam el, hogy 5 percen belül már tényleg nem voltam, nagyon mélyen, és azt álmodtam, hogy megyek kint az utcán, és valami jégre rálépek. Iszonyatosan csúszós volt az út. És elestem. És rohadt nagyot rándult. És akkor átrándultam, hogy felébredtem rá. És megijedt szeretnetesen. Az én párom minden este azt üvölti 4-szer, hogy jó éjszakát, minden egyes este. Amikor hajnalban hazajön a buliból és lefekszik, akkor sem hagyja ki. Azért az embereket felébred. 4-szer vele üvölt, hogy hajnal fél 5-kor. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! És ha vársz még egyet, még énnek kell jönnie. Jó éjszaka! Köszönöm, neked is, aludjunk! Gyerek, miért pont 4-szer? Miért 4-szer? Miért nem elég ezt 1-szer? Miért kell 4-szer elnyomni? Igen, édesapám pókokkal álmodik, anyumnak 4 foga bánt, amikor lecsapta a pókokat. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Na jól van, hát igen, azért ezt tudtuk, hogy ez egy érzékeny téma, szóval... Ugye erről az ember keveset beszél, meg nem mesél nagyon senkinek, de szinte minden ágyban, ahol az ember valakivel alszik, ott nagy csata és folyik. És ilyenkor mennyire érzékeny az ember, ilyenkor konkrétan gyűlölöd a párodat. Persze, hogy tehát, nem. Ugye elvette takarodat, ráfeküdt, és akkor tök durcásan alszol el. Leugta rólam a takarót. Jó, a közös takaró az egy csapda. Tehát azt mindenkinek mondom, hogy arról álljon át. Évig jó volt. Igen, arra át kell állni. Nem, ciki, visszavonulod, fújni, arról le kell jönni. Nem jó. Az előbb-utóbb Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Láttátok a legújabb UFO-s híreket? Nem akarok, nem áll, léci. Magyar égre, magyar UFO. Magyar égre, magyar UFO. Magyar útra, magyar Uber. Ne kezdjük el, nincs. Eddig minden egyes kísérleted, ami arra irányult, hogy bennünket meggyőz arról, hogy vannak UFO-k, az beledőlt a Dunába, vagy nem tudom hova. Ott volt a kanadai védelmi miniszter. De most úgy érzem, meg tudlak benneteket győzni. Igen. Végre. Most úgy érzem, meg tudlak benneteket győzni. Alapozod ezt.
A Google Earth, ami azért ugye hát nem lehet azt mondani, hogy ők azért hamisítanak valamit, a Google Earth felfedezett... Á, dehogy. Csak néha. Felfedezte a földön kívüliek egyik hatalmas anyahajóját a brazil dzsungelben távol mindentől. Aha, tehát leszálltak és ott fekszik a űrhajó. Igen, azt mondják, hogy egyébként Brazília mindig is a figyelem központjában szerepelt az UFO észleléseknek, mert hogy nagyon sok UFO jelenség van, amit nem tudnak megmagyarázni. Uh-huh. És... jelenség, amit nem tudnak megmagyarázni. Az UFO-szó szerintem nem kell az elejét. Isztak az argentinok? Hogy nem keveset. Ugye? Hát akkor én már itt látom is az összefüggést. És állítólag egy UFO vadász nemrégiben a Google Earth térképeit használta segítségül, és azt böngészve felfedezte, hogy Brazília északnyugati részén Rodónia sűrű őserdeiben Rodónia. Hatalmas űrhajó állomásozott évekkel ezelőtt. Készített róla egy videót, amit ő egyébként megosztott a YouTube-on, és a számos UFO közösséggel is, és hát nagyon sokan szerették az ő videóját, mert hogy azt mondja, hogy messze az erdőírtásoktól megadta a koordinátákat, hogy egyébként ezt hol tudod megnézni. A háborítatlan őserdőben négy fehér kupolaszerű képződmény látható egy tisztáson. És elütnek a környezettől, ugye ott ember nem építkezik, nincsen épület, nincsen négy torony. Fehér kupola. Négy fehér kupola. Azt mondja, hogy nem természetes tárgyak, tehát egyértelműen látszik, hogy valami nagyon más, mint ami az őserdőben van, mert hogy csak ott kilométernyi, 100 000 kilométernyi zöld területek vannak. 100 vesző 1000, tehát nem 100 000, nem így kell érni. De lehet, hogy van annyi is, hát honnan tudjuk, mi nagy ország az. Tehát nem lehet, hogy a négy sátra. Igen. És azt mondja, hogy ezek a fehér gömbök, ezek szabályos távolságban vannak egymástól, és... lehet, hogy egyetlen egy nagy UFO részeit képezik, a sötét kör pedig maga a leszálló hely, ahol ezek az UFO-k landolnak. Borzongató hír. Érdekes egyébként. Ja, és ugye úgy szól a hír, hogy évekkel ezelőtt látta ott, tehát ma már nincsenek ott, ugye? Nem, a felvétel valószínűleg, ami arról a szegmenséről készült a brazil dzsungelnek, az már régebbi. És senki nem akart oda menni, azonnal lesz megnézni. Több ezer kilométerre van mindentől távol felé. Át kéne küzdeniük magukat a dzsungel. Aztán helikopter? Ismeretlen növények. Óriás kígyó. Látok egyébként látok Brazíliát baromira szeretik. Tehát a 70-es években, azt nem tudom, ismeritek ezt a történetet, Brazília északkeleti részén nagyon sok ilyen zöld fénygömböt láttak. Igen. És ezek a tenger alul bukkantak állítólag föl, és a tengerbe szálltak vissza, és komplett falvak, halászfalvak ürültek ki, akik elköltöztek onnan, mert nem tudták megmagyarázni a jelenséget, és akkor ezt a katonaság is elkezdte vizsgálni, de azt mondták, hogy nem tudják az okát. Nagy zöld gömbök? Egy kis fényzöld gömbök jelentek meg. Egy nagyon taknyos kisfiú orrában. Igen. Na mindegy, megvizsgálták ezeket a felvételeket, és azt mondják, hogy ezek a kis építmények egyébként nagyjából 100 méter hosszúak. Uh-huh. És nem tudják megmagyarázni egyébként, mi van a Google Earth azon látható képén. Nem is olyan kicsi, mondjuk. Nem kicsi. Egyébként nem kicsi. Ott, ahol csak és kizárólag ugye őserdőnek kellene lenni. Tehát van egy írtás, egy nagy tisztás, és azon négy fehér gömb. Ugye? Ebből indulunk ki, amire azt mondjuk mi, hogy ez egy űrhajónak, ez most maga az űrhajó a fehér gumók, vagy az a leszálló pálya? Tehát arra a fehér gumók azok az űrhajók állítólag. Azt hittem, a gumókra teszik rá az űrhajót, hogy ne legyen dzsungeles az űrhajó alja. Kiderül, hogy csak egy baromi nagy kokain feldolgozó üzem, tudod, és ott itt egyébként. Haciendán állítják elő, érted, a kokain valahol eldugva a brazil őserdőben, senki ne találja meg őket. Mindenesetre érdekes. Érdekes a felvetés. És azt mondanak, tudják, hogy anyahajó. Tehát, hogy láttak körülöttem, mint tudom én, ezeket a bufonotapilotákat az erdősáv szélén brunyálni, vagy mi? Hogy megálltak egy picit, könnyítsenek magukon? Uh-huh. Honnan tudják? Hát, hogy maga ez az űrhajó. Tehát, amit látnak bent az Amazonasban, az az űrhajó. De ahhoz, hogy én tudjam, hogy ez egy űrhajó, ahhoz látnom kellett volna leszállni, meg felszállni is, hogy tudjam, hogy ez egy olyan tárgy, ami mozog is. Mert ők most látták lent ott a dzsungelben. Nem? És nem lehet, sem egy stabil építmények. Hát a Google Earth ugye nem mutat élőképet, tehát nem látod, hogy lefölmegy egyébként. De hogyha én látom a Google Earth-ön, hogy ez hol van, akkor csak oda megyek. Hát ezt a csávó fölfedezte 5 éve, érted? Vagy nem tudom, mikor fedezte föl. Hány éve fedezte föl? Nem tudjuk. Pár évvel ezelőtt. Hát azért volt idő odáig elmenni, gyerekek, hogyha ez mindent eldöntő, perdöntő bizonyíték az ilyen UFO-tlanokkal szemben. Hát megtalálta, és utána pedig azt mondja, hogy hát inkább akkor árgooglizok, hogy a Copacabánára, inkább a hátalátok bele, négy látok. Másféle gömböket keresek a Copacabánán. Hát most, szóval, hogy
hagyjuk már ezeket megint, ez ugyanaz lesz, ja, mint a magyar izé. Csak gondoltam behozom. Hogy fölhívtuk, emlékszel a magyar UFO kutatóra, azóta várom a videót, amit megígért. Igen, igen, ő nem nagyon küldi, lesz. Ő nem nagyon küldi. De mondjuk szerintem jó, hogy ilyen korán behoztad már a témát, mert valószínűleg a Pataki Attila még ilyenkor alszik, és akkor nem fog az ég. Igen, nem fogod felzaklatni. Szívesen csinálok magamból hülyét, ha Pataki nincs egyébként, ugye, mindent a műsorért. Egyébként miért nem küldi el azt a felvételt, amit egyébként itt egyenes adásba ígért meg? Hogy postázni fog. Nincs. Ja, mert nincs. Aha. Gondolom. Hát még nem láttam teljesen beszámítható UFO kutatót azért. Tehát, hogy valahol mindig érzek egy kizavart az erőben, megmondom őszintén. Tehát nehéz. Nehéz. A holdas videót nem láttátok? Az is a napokban jelent meg. Az is egy nagyon érdekes videó. Holdas. Valamelyik holdra szállásnál, nem tudom, Apollo X, tök mindegy. A háttérben folyamatosan fel akarják rakni ezt a videót. És a háttérben feltűnik egy ilyen fura, kétméterszerű lény a videón. És elkezdi az egyik... Elkezdi egy gyerek. Igen, és integet, és az olyan, hogy szia, anya! Benne leszek ott tévébe. Nem, baromi érdekes a videó, most hamisítvány vagy nem, tök mindegy. De szeretném nektek megmutatni. Érdekes. Arról szól, hogy az egyik leszálló egységben emberünk filmezi a leszállást. És egyre több ilyen videó van egyébként. És valaki balról beajl és megkocogtatja. Nem, és egyszer csak rázumból egy tőle több száz méterre található kis sziklarakú kis képződmény, és az a sziklarakú képződmény egyszer csak két lábra áll. Aha, és addig is jönnek kőszaklának. Na most ez így elmondva tudom, hogy azonnal hozzák a rivotrét, lekötöznek, kikötöznek, kipeckelik a számot, és elvisznek. De olyan így, hogy ott volt egy bokor és arrém ment. De és ott volt kettő darab IKEA ágy, és azok is arrébb sétáltak. Hogy oda ment a préri farkas, hogy könnyítsen magán, és akkor arrébb ment a bokor. És akkor ment utána a préri farkas, és nem, ez egy rajzfilm. Valami sok érdekes videó van, amit egyébként a NASA nem enged közölni, tehát vannak, amikor repül az űrhajó, közelíti a holdat, és balról valami berepül. Ezt is ugye folyamatosan próbálják letölteni, a NASA pedig folyamatosan leszedi. Ezek érdekes kis videók, látod, hogy valami repül együtt az űrkompal, és figyeli a holdra szállást. De nem tudod, hogy az alapjában mi, csak annak ott nem szabadna ott lennie. És próbálták sokszor nyilvánosságra hozni, igen. Na mindegy, és emberünk két lábra áll, és ilyen fura mozgással elindul. És megfejtették, hogy valószínűleg nem hamisítvány a videó, de a NASA folyamatosan lesz. Nem emberünk, ufonautánk. Micsoda? Nem emberünk, hát nem ember. Vagy ő egy ember, aki... Mi van? Hát azt mondtad, hogy emberünk embert négy képzel... Embert. Hát emberünk, na, hát most már hát, tudom kívül. Hát most kívülünk. Egy humanoidunk. Olyan, mintha. Nagy humanoid. Üveg van a kezébe? Tessék? Honra jó Istenbe vagyok. Igen. Azt mondta Józsi, igyam meg ezt az abszintet. Kitett ki. Hallod? Azt mondták, hogy igen. Nem a Bokács téren kéne lenne. Hol a templom? Hol a templom? Na mindegy, mert megmutatom nektek ezt a videót, aztán szemetek szálltok elám. Szemetek szálltok elám. Ez a preperdöntő bizonyítéknak érzed végre? Én soha nem érzem annak, mert nem foglak tudni benneteket meggyőzni, de maga a videó egyébként érdekes. Jó minőségű, normális. De arra is rá tudod mondani, hogy hamisítvány. Nem tudom rámondani, de ezek a szemcsés, kicsit a háttérben. Érdekes, tök jó. Jó egyébként. A videó föltöltjük majd a Facebook oldalra. Azon a holdos videón a két méteres lény azt mondja, hogy Hodor. 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 Érdekes a videó, megmutatom majd nektek. Így van, és egy bénak kis videót vissza a hátán. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Megmutatom nektek az UFO-s videót, jó? Csak kíváncsiságból, mit szóltok hozzá. Nem, azt hittem, hogy ezt már letudtuk. Nem mutattam még meg. Hát ti kértétek, hogy mutassak, mert a NASA titkos felvételét. De elég, ha délután átküldöd. Megnézem, esküszöm, éjszaka. Figyelj, tudod a Gmail-em. Összekötöttem a laptopot a tévével. Most oda néztek, és a szátok tátva marad. Most biztos, hogy egyszerűen magatok alá petéztek. Kiszivárgott egy titkos felvétel. Aha. A 69-es második holdra szállás alkalmával készült. Most látom, hogy micsoda mértékadó lap írta meg ezt. Igen, a NASA folyamatosan igyekezett eltüntetni a különleges videót, de kikerült, és hát kérem szépen itt van. Itt van a bizonyíték, ami arról szól, hogy ugye egy kamerával az egyik holdra szálló emberünk, Ellen Bean, állította föl a kamerát, és közben véletlenül a nap felé fordította. Legalábbis a NASA azt állítja, hogy kiégett a fényérzékelője, és ezért használhatatlan lett a felvétel. De mégis egyébként kikerült egy rész ebből a felvételből,
És hát kiderült, hogy számos részt kihagytak, vagy éppen alaposan kikozmetikáztak, és egy butított verziót mutattak be a nagy közönségnek, ezzel ellentétben egyébként sikerült megszereznem az eredet. Aha. Sikerült megszereznem egyenesen a NASA-ból. Embereim kihozták. Nem lehetett egyszerű. Kicsempészték egy pendrive-ot. Nekem pont bele csillog az egyik armatúra, úgyhogy nem látom. Szóval látjuk, hogy ahogy emberünk állítja a kis kameráját, és a Holdon vagyunk, majd észrevesz valamit. Na, azt nézzétek meg. Ráközelít. Ráközelít, és azt látjuk, hogy egy nem annyira humanoid, lényszerű kis kétlábú, magas lény legugol. Armstrong Gankil. Az első volt. Az első volt felé. Igen. Na, szóval ott van. Az anyja úr. Aha. Mondom, most Google. Az konkrétan. Egy hosszú, több mint két méternek tűnő fura kis lényecske. Aha. Lehet ez egyik stábtag? Mi a teória? Mi a teória? Nem tudom. Ki ő, mi ő? Tessék? Egy létrával. Egy szobafestő mátuló egy létrával. Attól tekintsük el, hogy nem úgy mozog egyébként, mint hogyha ott nem sok gravitáció lenne. Tehát, hogy vagy irgalmatlan tömege van ennek a lénynek, vagy én nem tudom miért. Sűrű lény. A fekete Laci. Csak követett senki már. És akkor ezt Ellen Bean rögzítette a kamerájával. Így van, Ellen Bean rögzítette a kamerájával. Állítólag, hát nyilván állítólag azért ez ilyen nagyon zárójelbe kell. A társa benn volt egyébként a leszálló egységben? Tehát én ezt tudjuk róla biztosan? Nem, integetett, hogy Ford is már félre a kamerát, hagyd szarjak nyugodtan. Hallod? Ellen, ugye nem lát senki, nem kamerázol, ugye? Nagyon kell. Arra ne erőlejek már egyéres, de basztus, hogy nyílik ez a rohadt ruha? Arrébb ment. Nem érem el, húzd már a cincát. Arrébb ment, és lehet, hogy a stábtag felvette. Igen. Felfoghatatlan egy. Hát gyönyörű. Egy videó. Kint van a Facebookunkon, meg tudjátok nézni egyébként. Aha, és nem lehet, hogy ugye azt mondtad, hogy egy butitót verziót mutatott be a NASA, tehát nem lehet, hogy az a rendes verzió, és ezt valaki csinált. Aha. De, hogy csak így kérdezem, tényleg tök halkan. Hogy ez van, hogy ilyen felokosított? Igen, hogy ez a felokosított. Aha. Lehet, nem tudom. Igen, de mindesetre a videó érdekes, látjuk, hogy ez a magas lény, ez a vékony lény ott Google. Nem tudom, hogy mit csinál. Biztos zavarba jött, hogy ráfordították a kamerát. Fölállt, és aztán, igen. Gondold el, gondolkozz az ő fejével. A Hold a te birodalmad volt. Minden nap kiszedtél, kimentél, szedtél egy kis ibolyát, sétáltál, ahol rágyújtott, elvégezted. Erre egyszer csak azt látod, hogy egy kamerával belezoomolnak az agyadba. Te is megijedsz, felállsz, és érted. Zavarba jössz, és elkezdesz arrébb menni. Hát egy normális kutya se tudja elvégezni a dolgát, ha nézik. Aha, és nem? Szállnak le még időnk. Már fosni se lehet. Már megijednek. Ugye a titeket nem zavar UFO hívők, hogy egy mindösszesen 3 másodperces ilyen részlet van ebből az egészből, és utána Bean úr visszaszaladt. Mert ott egyszer csak eltűnik az UFO, vagy az UFO-nauta, vagy hogy hívják őket? Hogy hívják, körbenézed? Te is látod, amit én látom, visszanézed, mert és addigra már nem volt. Aha, értem. Jó, én csak szerettem volna ezt nektek. Miért nem akarnák eltitkolni? Azt mondd már meg nekem. Nem tudom. De hogy miért akarnák eltitkolni? Tehát nem ez lenne, ez egy akkora szenzáció lenne, hogy valami hihetetlen. Tehát, hogy mindenki odáig lenne meg vissza, hogy basszus is, 69, érted? Fú, ha hidegháború kellős, az amerikaiak találkoztak először velük, nem pedig a ruszkik, a komcsik. Azonnal nyomatnád ki, hogy mi voltunk az elsők. Ja. Érdekes, ugye nincs árnyéka se a lénynek, tehát rögtön itt már lehet kötözködni ezzel, hogy akkor... Nem is figyeltem. Ebből a távolságban nem is lehet látni ezt az árnyékot, Feri. De ki az Istennel vagy, de tényleg most az ufonautával, vagy velem? Hát most... Azokkal az emberekkel, akik szeretnek nyugodtan kakilni. De ő nem ember. Hagyjad már. És meg hát megint a minősége, nyilván mondjuk 1969-ben még csak ilyen kamerák. Hát ilyen kamera volt, persze. Az ázad nyilván egy ilyen vackot vitt föl, de hogy pont ugye az van, hogy az összes ilyen felvételen, ahol UFO-t rögzítenek, ott valami oknál fogva mindig olyan technikai eszköz van a rögzítő kezében. De miért most egy ilyen HD felvétel lenne, akkor ezt elhinnéd? Akkor se hinnéd, de azt mondod, hogy ez is hamisítvány. Tehát nem, ha nem találkozol vele az úton. De az a bajom, hogy ma, igen? Amikor minden egyes telefonnal már videóklipet lehet csinálni, filmet csináltak már telefonon, érted? Uh-huh. Mindenkinél van egy okos telefon lassan a világban, és csak rossz minőségű fényképeket. Hát egyet mutass már, ami jó néz ki. Mutatok neked London felett például olyan felvételek vannak, hogy senki nem tudja megmagyarázni. A London feletti UFO-ról, igen, ahogy ugye veszik föl telefonon. De hát ma már egy ilyet hamisítasz, nem tudod róla megmondani, hogy igaz vagy nem.
Na mindegy. Én egy igazi találkozásra várnék. Mire, hogy odajön valaki hozzád a metrón? Igen. Hogy nem, mit tudom, hogy halmi dűlön vagy valami. Tehát, hogy kimegyek, és akkor nem, jön az 50-es villamoson is mellé dűl. Előző szabad az a hely? Persze, parancsoljon. Vadon, Jani? Igen. Hogy tetszik mondanám meg? Miért mellőműl minden részeg? Igen, megint romlott volt a csiperke, gondolhatod. Túltoltam a gombás batyút. Ezért nem szeretek a négyes székekre ülni, mert mindig mellőműl valami. Aj, na igen, szóval igen, hát aki szkeptikus, az nehezen meggyőzhető. Tehát előbb hinnünk kellene? Igen, és akkor utána már mindent elfogadsz. Uh-huh, igen. Állítsuk át az agyunkat, és akkor holnaptól, ha bármilyen ufós hírom, azt mondjuk, hát ezt mi tudjuk, Balázs. Hagyd a francba, engedd el, nem akarjuk megnézni. Tehát nektek bizonyíték kell. Nektek bizonyíték kell, nem? Ezt igen, mondjátok. Igen. Figyelj, olyan komoly változások nem lennének. Tehát, hogy Attila is tovább is tudja, mi vagyunk a roknak a szövegét. Tehát, hogy sokat nem felejt. Én nem akarok a pataki sorsára jutni, én csak megmutattam nektek ezt a videót. Nem akarom, hogy engem is megpecsételjetek. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Oda. Hát gyakorlatilag ennyire nem volt ittas, de a hírek szerint kicsoda. Viszont igen, Demcsák Zsuzsát elkapták, biztosan hallottátok a hírt. Vasárnap este megünnepelte, ugye, hogy bennmaradt a nagy duetben. Ittasan kapták el. És elkapták ottan többen, illetve ne, hát két gondolom én, hogy két rendőr kocsival hazafelé menet. Az ügy pikantériája az abban van, hogy illetve több dologban is van. Egyrészt, hogy állítólag az otthonától 100 méterre ült be az autóba, amit ha én ittas vagyok, akkor se teszek meg, ha érted? Jó, onnan de gyalog lehet, is haza, hogy annyira ittas volt, hogy nem tudta, hogy ez 100 méter. Ja, és körbe akart menni a városban, ez az egyik. És a Hősök másik... terén kapták el, tudod. Csak 100 méterre a Kobarona utcától, hölgyem, a Hősök terén van. Hát, eltévedtem. Hál' Istennek üres a parkoló. Ez az egyik, a másik. Ez a Hősök tere, hölgyem, itt ne álljon meg. Az ott a igen. Ez az egyik, a másik része a dolognak, amin viszont nagyon sokan háborodnak, hogy nem vonták be azonnal a vezetői engedélyét, pedig ugye egy átlag emberrel, most az átlagot azt úgy mondom, hogy nem ismert emberrel, általában ezt teszik. Na de várj, mielőtt meglincselné mindenkit Demcsák Zsuzsát, hogy celeb azonnal akasszák fölött az útszélén. Azért ez nem úgy van, hogy meg... De tényleg így van. Hát persze, ilyenkor... Én nem akarom megvédeni, mert baromira nem értek egyet az ittas vezetéssel, mert mindig kell, hogy az ember zsebével lapuljó 3000 forint, amivel te hazamehetsz taxival, főleg ha ismert, hogy hát ízekre szednek, ez a Demcsáknak se éri meg, ez senkinek nem éri meg, bennem olyan félelem van bármikor, amikor iszom, hogy nem, hogy autóban megyek, én már direkt leteszt, nem indulok el autóval, hogy véletlenül de se jöjjön. De a taxiba is alig mehetsz beszállni. Igen, gyalog megyek. Nem én vezetek, ugye? Nekem ez egy nagy parám, hogy ne történjen semmi, én már ha tudom, hogy buliz megyünk a fiúkkal, már valaki eljön érte, vagy a kísértésre legyen. De ez nem úgy van, hogy attól függ, hogy mennyit itt áll, és akkor ahhoz képest van 10.000, 20.000, 50.000 jogsi bevonás, tehát nincs itt valamiféle olyan, nem tudom, méltányosság, hogy hány ezreléke volt a véred az alkoholban körülbelül. Tehát, van. Hogy ez nem így van. Azonnal elkapnak, bevonják? Zéró tolerancia? Szerintem igen, ott nem engedne. Hát akkor gyakorlatilag, ha megvan a jogosítványod, akkor te visszaülhetsz az autó vezető ülésébe, azután, hogy mondjuk téged azt mondta neked a rendőrség, hogy menje, majd akkor magát följelentjük, de most menjen haza, ahogy akar. Nem, hát nem, akkor az van nincs, jogsim, az akkor visszaülhetek, de hát, nem. Az valószínűleg akkor ott nem, igen. Hát a kocsidat nem veszik el. Kocsidat nem előbb veszik el. Előbb a jogosítvány, érted? Akkor nekem megvan a jogosítvány, megvan minden, visszaülök és megyek tovább. Hát részeken szerintem valószínűleg nem mész. Csak úgy van, gondolom, hogy 50 ezer, ha ennyi, nem? Ha ennyit ittál, picit mutat a szonda, jogsi elvétel a sokat mutat. Azt tudom, hogy zéró tolerancia van, tehát azonnal büntetés. De azonnal elvétel? Valaki segítse. Valaki segíts már! Figyelj, nem, hát ez az, hogy Pákó mondta, van egy előzetes teszt, és nem feltétlenül szondáztatják meg az illetőt, mert ha például azt mondják neki, kérjük szépen a jogosítványát, és odaadja mondjuk a kölcsönző jegyét a Szabó Ervin könyvtárból, akkor már nincsen szonda. Tehát akkor már érzik, hogy felesleges a dolog. És itt Demcsák Zsuzsán is megkérdezték, hogy itt áll, és akkor nem emeljék is. Nem állok. Akkor igen. Már tudták, hogy itt áll, nem ülök. Nem látos, hogy ülök. Hogy nem látos, hogy ülök. Miért állnék? És már tudták, hogy itt szondára nincs szükség. Azt mondja, hogy a hatályos büntető törvénykönyvünk szerint vizsgáljuk akkor meg az esetet. Na. Ha valakinek a szervezetében az alkoholszint meghaladja a 0,5 ezreléket, ami egyébként ott megy fél pohárból, uh-huh. Mert nagyon kevésnek tűnik, minden esetben a helyszínen elveszik a járművezető jogosítványát, na. És büntető eljárást indítanak. Egyébként én ezzel egyetértek. Tehát én rosszul voltam azzal, amikor az volt, hogy egy pohár bor még, igen, egy kicsi sör még.
igen, tehát ez egy baromi nagy maraság volt. Meg egyenként változó a hatás, tehát hogy ezt nagyon jól tudjuk, hogy egy persze bor, akinek mi értett. Egy fél pohár bortól felszaladsz az ízére, a sota klinikára, Feri megértett. Feri 0,5-öt, izzad. Van a homlokán, egy törlés a homlokán, és ennyi. Két pohár bor le se ér, három óra alatt. Én már belegszek gyermekeket, nemzek és egyebeket. Ferinek még valahol az öblöget a torkával érte. Azt mondja, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig bevonják a jogosítványt, és szinte bármilyen hosszan visszatartható a jogosítvány, ami egy-két évig is elhúzódik. Na most, akkor itt Zsuzsinak viszont nem vették el a jogosítványát. Ha, hogy van ezt? Na, és akkor itt jön ugye a háborgás. Igen, azt mondja, 0,2-23 ezrelékig szabálysértés, ráadásul is azután bűncselekmény. Tehát, hogy a büntetésítés mennyit nagyon... Mennyit találtak Zsuzsiban? Hát, azt nem tudom, hogy mennyit találtak benne. Nézd, már bilincsben ül a mokkában. Ja, de ugye azt írják itt nagyon sokan, hogy azonnali elvétel, amit te is mondasz, tehát a jogsit elveszik. A büntetési tételezés változik egy bizonyos ezrelék után. Mondjuk gyerekek, én láttam volna Sobert, Norőt, Michael Jackson, azért én is ittam volna. Tehát, hogy az írással nincs le, igen, mondjuk, igen, nem azzal van a baj. Fel kell dolgozni a látványt, az biztos, hanem azzal, hogy utána beült az autóba, és ugye próbált vele hazamenni. Ezzel van itten probléma, meg a megítélésével tök érdekes, most nyilván támadják, és azért érdekes, mert hogy a celebnek mindent lehet. Aha. Pedig hát valljuk be ő tök őszintén, hogy mondjuk nyilván ennek a létnek, amit mi élünk, annak van egy olyan, hát igen, olyan oldala, hogy néha kapsz kedvezményt itt ott, hát most, na. Vannak elfogadható helyzetek, például ez velünk nagyobb történik, süti. Meg de másnál ez felháborító, az teljesen egyet. Kikérem magamnak. Ha nem veszik el a jogsidat, akkor hogy mész haza jogsiva, kocsival? Hazavitték. Hazavitték? Befektették a hátsó ülésre. Most elmen már a fejét, hogy lehet, hogy ilyen rohadtul lehet. Tartsd már a lábát! Most nem volt magad, látom a holnapi címlapokat. Drága bulvár újságírók, ne próbáljátok velem eladni a holnapi újságotokat, amikor ott ülő, ott jobbra. Ott ül, a lyukas fejű. Érted? Aki elraboltak az ufok. Hallod, az arcán fekszik, fordíts már, nem kap levegőt. Még jobban néz ki. Drága riposzt.hu, meg nőklapja kafé. Nem volt, nincs az, hogy Balázs beszólt. Nem, én csöndbe vagyok. Én meg se szólaltam. Most miért hazudsz? Mondasz még, hogy szeretem a Zsuzsit. Tehát, hogy szeretem a Zsuzsit. Én nem szóltam. A Jani szólt be. Legyen az, hogy Jani beszólt. Ebből lesz a címla. Sebesnyi Balázs szerelmet. Tudod, és úgy tekerik, hogy nem tudok belőle jól kijönni. Bárki jönni. Róla nem jönnek meg egy sor sem. Ez róla fogsz szólni az egész. Majd valamit kreálnak belőle. Légy szíves, ne legyen holnap. Balázs beszólt. Nem csak. Balázs beszólt. Én nem szóltam. Én csak kérdéseket tettem. Nem csak. Aztán pedig szerelmet. Egyenes a lesz. Mit szól ehhez, Viki? Balázs szerelmes Demcsákban? Mit szól ez a felesége? Válás a láthatáron? Mindez abból egyébként, hogy Demcsák Zsuzsa ittasan ment haza. Így van. Miután Rákóczi bemószerolta, vadon beszólt neki Balázs szerelmes. Mi nem leszünk benne. Ja, hát, ja, csak ő. És akkor most mi van most? Engem elkapnak ittas vezetésért. Igen. Nem veszik el a jogsimat. Akkor én ma ugyanúgy vezetek? Hát persze. Hát ma már nem ittál. Ugye? Tegnap este elengedtek. Akkor mégiscsak az van, hogy egy bizonyos szintig még elengednek, tehát nem veszik el azonnal. Hát hiszen nem vették el, de most azért nem vették el, meg kivételeztek vele? De hát ott el kell vegyék. El kell vegyék, ez zéró tolerancia van. El is kell, hogy vegyék. Ja, és most van egy eljárás, az eljárás végül, hogy a Zsuzsi most nem vezet. Így van. Igen. Hát nem szabadna neki. Hisz, így van, ma reggel is már bringó hintóval ment be. Illetve neki nem vették el a jogsiját. Na de akkor nem vették el a jogsiját. Ő most vezethet. Hát akkor vezet. Igen. Na én ezt az egész ügyet de ha értem. Más ember csinálta volna, mondjuk a Zsül, akit nem ismernek meg rögtön, míg nem mondja, hogy ő Zsül. Zsül vagyok, hallgassad. Egyik a Zsül vagy már. Én vagyok az a fiú. A Zsül, francia retek. Ahhoz képest egész jól. Szépen beszélsz magyarul. A kuki az öcséd? Na most akkor ezt tegye helyre valaki. Tehát Zsülnek akkor tulajdonképpen a Zsuzsival most azt mondták, hogy ön Demcsák Zsuzsa, meg is vagyok. Ennyi, menjen haza. Akkor viszont hogy derítette ki a Borsod, hogy részegen vezetett és eljáráson ellen? Ez egy másik kérdés, hogy ki jelentett egyébként. Aha. Hát valaki a rendőrsége leadta a drótot. Van a rendőrségen hát sorsban. Honnan szli? Tudnád meg? Nem, honnan tudnád meg a Borsa, nincs a rendőrségen embere? Hát szerintem onnan, hogy másnap Zsuzsa mondjuk elmesélte bennem. Horváth József törzsőmes, mi a nem? Kovács Tiveles vagyok. Dehogy is, hát azt ilyenkor kiadják. Hát van infójuk. Hát, a Zsuzsi nem hiszem, hogy kiposztolt, hogy képzeljétek el. Nem, hát elmeséled egy ízének. Képzeljétek el, meg képzeljétek el, részegen vezettem. Hát OLFK-nál is vannak barátaik. Ezt nem hiszem, hogy kiposztolta, de mégis a Borsa ezt lehozta. Tehát valahogy ez kikerült, valahogy kikerült az információ. Hiszünk mi ennek a lapnak? Egyáltalán.
A Porsnak? Aha. Hát de látod, hogy ügy van hát belőle, hát nem, nem kamusztak, persze, hát jó, 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 abszolút jót írtak. Aha. Hát vagy, vagy akkor ez ilyen szomorú most a Zsuzsa? Igen. Mert meghagyták neki. Te most mit vélelmezel, hogy nem is hívott, és hogy nincs is ügy? A felét sem hiszem el annak, amit írnak. Aha. Tehát, hogy nálam ez az alap. Innen indulunk, és ebből lehet még lejjebb menni. Bocsánat, de nálam ez. Az a kollégám 0,65 ezrediket fújt, jogsi azonnal el, tegnap volt a tárgyalás, 120 ezer, 6 hónapra vették el a jogsit. Tehát akkor mégiscsak van egy értékhatár tényleg. Sajnos most én is érintett vagyok, nem csak véle témában, szívesen mesélek Lacát. Adjuk be Lacát, hívjuk föl, mesélje el, hogy mit... Érintett egy nem csak féle témában. Hát a hasonló témában, igen, volt. Igen, én igen. Én futottam vele, képzeljétek el, hát nem hiszelek. Nem vették el a jogsiját, hisz vezeti a mokkát. Jó, vágy. Ez jó. Ez jó. Ez pontos. Látom a tévében, hogy nem vették el a jogsiját. Hát tök fura, hogy állítólag ő volt, és még sincs a Szebeni. Akkor most mit történik? A Szebenit ültetik le. Ja, igen. Ő a Balekka csapatban, tudod. Miért teszik ezt a bilincs? Csak akkor, hogy egyszer munkába műsort vezetné, hogyha nézd, olvasd az apró betűst, hogyha viszel minden bal. Igen, megkérdezték Zsuzsát, itt áll, mire Zsuzsa, nem a szomszéd utcában. Na, adjunk be valakit adásba. Jó? Majd valaki, aki érintett a dologban, mondja el valakit, nekünk, bárkit. Valaki szólaljon jaj, meg. Jaj, mondjon már valamit. Legyen Marsi Anikó is. Valakit hagyjatok már. Így van, hogy jöhet Göcci Gábor is. Szóláljon meg Göcci Gábor. Hát ezek mindegy. A robotlámpák. Hát ez valami pont. Ilyen nem volt Budatéti. Gábor, 3 hónapja dolgozol a tényekben, most már állj le a csodálkozás. Hájpont, gondolja 3 kollégába. Á, Istenem, azt mondja, hogy nem veszi föl. Ki nem veszi föl? Hát ne vegye fel, egyetlen? Mert az eleve személyiségi jogokat sértne. Ne vegye fel. Aha. Csak szólaljon meg. Ilyenkor hogy van, hogy a rendőr ismeri meg Demcsák Zsuzsát, vagy Demcsák Zsuzsa mondja el, hogy ő Demcsák Zsuzsa? Ha ő megismeri a rendőrt. Vagy megismeri a rendőrt. Vagy az maga a rendőr. Hogy van az? Szerintem én egyébként ebben nem hiszek, hogy ó, maga Demcsák Zsuzsa, hát akkor menjen el. Ma már azért ezt nem csinálják lehet, nem csinálják a rendőrök. Tehát ma már azért ez nem jellemző. Nem akkora szám már ez, hogy most egy celebbel vagy ismert emberrel találkozol. Szerinted csak ezért, mint miért? Micsoda, nem nagy számú ismert? Miért engednének el? Hát mert szereti, kedveli, aranyos volt, elmondta, bűnbánó volt, hogy jaj, csak egy pohárra hittem. Nekem például, ha most vallomást kell tenni. Mondjad? Nem is. Nekem például engedtek már el ilyen lejárt a parkoló cetlim, és már 10 perccel legalábbis ott állt a csávó, pont írtam, oda, jaj, mondom, elnézést. De azért egy lejárt parkoló cetlim, hát jó, cetlim, nyilván nem ugyanaz, de én nem veszett egyszer, nekem is eltek egy túró rudit megenni a gyerekkel. És ilyen dolgozunk együtt. Köztörvényes vagy a rohadt életben, komolyan mondom. Jó, te meg mindig sebb rétest kapsz. Hogy hát tudsz most... ilyen veszélyesen élni? Hát nem veszélyesen, de hát az ember kap ilyen apróságokat, nem? Abszolút. Hát most nyilván nem ugyanaz, mint hogy elveszik a jogsidat, vagy nem a ittasa vezet. Én nem vezetek ittasa. Helyes, most... nagyon helyes, senki ne vezessen ittasa. Laca itt van velünk. Hello, Laca, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Na, szia. Te érintve vagy, azt írtad nekünk. Hát hasonló témában tettem a Demcsák Zsuzsa mellett. És nem is ittas vezetés. De ittas vezetés, ittas vezetés. Na, de mi történt veled? Tehát a következő történt velem, és azért tudok együtt érezni egy kicsit a Demcsákkal. Február 9-i a sztori. Születésnapom után a párommal ebédeltünk, megittam 2 pohár bort. De mondom, déli 1:30, 5:30, teljesen rutin ellenőrzésnél szondáztattak. Hát persze nyugodtan ismertem a srácokat, és megfújom, és légalkoholt mutatott a szonda. Mit légalkohol? Amikor szondázol, akkor nem véralkohol van, hanem légalkohol. Tudni kell azt, hogy a légalkoholt megszorozzák 2-vel, és az lesz a véralkohol szint. Na most nekem a sonda az 2,5 ezreléket mutatott, ami gyakorlatilag, amit közismert, ez az 5 ezrelék a köznyelvbe. Ez azt jelenti, hogy vétséget, tehát nem bűncselekményt, mint vétséget követte el. Ott a helyszínen természetesen elveszik a jogsidat, és ettől a naptól kezdve vagy eljárás alá vonva, tehát jelen esetben február 9. Akkor az, amiről beszéltük, így van, tehát elveszik a jogsidat, és eljárás végéig ugye nem kapott vissza a pénzbüntetés, így van. De ami még érdekes, tehát mondták, hogy a kocsit azt így zárjam le, hát valahogy majd hazaviszem, tehát természetesen nem ülhetett bele. Hát ez gyanítottuk, nyilván, tehát ez gyanítottuk persze, hogy nem mondjak azt, hogy igen, kedves Zsuzsa, megtörtént az ellenőrzés, jó viszontlátásra, és vigyázzon magára. De megvédelem, tehát a Zsuzsát biztos, hogy meg fogják büntetni,
Tehát pénzre is meg el is veszik a jogosítványát. Lámpát bekapcsolta. Oké, okay, ezeket szerintem átbeszéltük, csak azért, hogy... még egy dolog, még egy dolog. Csak, hogy valami újat indít a beszélgetésben. Nem, a büntetés a Balázs. A büntetés a Zsuzsának onnantól fog kezdődni, mikor leadja a jogosítványát. Tehát nekem a büntetésem az gyakorlatilag február 9-én kezdődik. Tehát, ő nem, tehát az, hogy most ő hazamehetett, én nem tudom, hogy ez most az akkora híre, hogy most hibázott a rendőr, vagy nem. Őnek a büntetése majd akkor kezdődik, mikor jogerősen elítélik. Hát ne, nem ez a kérdés, hanem ő ugye ittas volt, tehát hogy visszaülhet a kocsiba és hazavezethet, akkor szerinted, mert nem vették el a jogsíját? Elméletileg figyelj, az a egyetlen egy kérdés, hogyha elvitték véralkohol vételre, akkor el kellett volna venni a jogosítványát. Akkor nem, ha viszont nem vették el, akkor olyan az érték, hogy kicsi nem kellett volna. Jó, rendben, igen. Köszönjük. Oké, okay, köszi, okay. Hogy elmondtad, ja. Köszi, ciao, hello, ciao. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis híre bukkantunk, az egyik áruházlánc logójára emlékeztető, hát kimondom egyébként nem teljesen, nem reklám, Tesco-szerű logóval hirdeti magát, és hétköznapi nyitvatartását egy ózdi templom. Hát annyira bírom egyébként ezt a fajta humorérzéket, mert hogy a mi kis lelkipásztorunk egyébként az ismert áruházránc reklámjára hasonló táblával csalogatja be a híveket, és hát feltette egyébként, hogy gazdaságos bejáratként emlegeti önmagát, illetve hogy vasárnap is nyitva tartanak, és... Nem, hogy hétköznap, ugye? Hétköznap is nyitva vagyunk, így van. Mert ugye az a Tesco szlogen az az, hogy vasárnap is nyitva, ez meg úgy szól, hogy templom, hétköznap is nyitva. Hétköznap is nyitva, így van, hogy jöjjenek be a hívők előszeretettel, mert hogy tényleg ne csak vasárnap menjenek, hanem hétköznap is. És ezzel a fajta szellemes kis hirdetéssel hirdeti az igét, hirdeti az istentiszteletet, a misét, hogy menjenek be hétköznap is a lelkipásztor, vagy az atya órájára tulajdonképpen, ügyfélfogadására, hogy ilyen nagyon modernül mondjuk. Szellemes, én szeretem, amikor így megpróbálnak beleolvadni a modern hétköznapokban. Hát megtalálta a megfelelő hívószavakat, látta, hogy a nagy hiperbe irgalmatlan tömegök átcsorognak, vásárolnak, jönnek, mennek, ott vannak, kicsit olyan nekik, mintha a második otthonuk lenne, és ezért egy kicsit átbrandigelte a templomot, és gondolom a persejér is kell írva, hogy a legkisebb is szám. jelezve a hívek hogy lehet, hogy még igen. Lehet. Igen. Na, itt van már is a vonalban István. Jó reggelt kívánunk, hello! Szia! Sziasztok! Jó reggelt! A templom, görögkatolikus, ugye? Jól mondjuk? Igen, én is görögkatolikus pap vagyok. Na, bocsánat. Akkor átteszik Feri létre. Ferenc, ezt ne haragudjon. Érte, ne kóstolj most akkora reg. Na, hogy kiraktad ezt a feliratot? Mi nagyon szeretjük az ilyenfajta humorizálást egyébként. Miért gondoltál azt, hogy ez hatásos lehet? Hát, ha csak annyit ért volna el, hogy a ti érdeklődéseteket fölkelti, akkor már valamilyen célt elért. Tehát nyilván nem vagytok nagy templomba járó srácok, úgy gondolom. Voltunk. Első áldoztunk, bérmálkoztunk, minden volt. Többször is, nem? Persze. Többször neki futásra. Engedtek át. Nyilván van egy közösség, akit meg tudok szólítani, akikkel rendszeresen találkozom, és hát Ózdon lakunk, ami nem arról híres megint csak, hogy a kereszténység annyira dübörögne, és szeretnénk másokat is elérni. Hiszen az üzenet, amit az egyház, a görögkatolikus egyház, amit Jézus Krisztus adott a számunkra, az mindenkinek szól. És egyébként is azt gondolom, hogy időnként jó a szokásos kereteket picit túllépni, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül. Többen lettek ezáltal egyébként? Mentek hétköznap? De sokkal inkább az a jellemző, hogy érdeklődés van is, hogy egy picit ismertebbé lett a közösségünk. Nyilván ez egy hete van kint, ez a tábla nem is sokáig lesz már kint, de én gondolom, hogy sokan fölkapták a fejüket, hogy itt azért egy picit másról is szó van, nem csak egy középkori dologról. Uh-huh. De nem úgy lett ismertebb a közösség, hogy azt mondják, hogy hallottad, kinyitott az új Tesco. Figyelj, én mondom, mert jó, bár nagyon fura, itt nem lehet kapni semmit. Az ostjájuk nagyon jó. Tényleg volt, aki bement és kereste a kasszát? Persze. Hát nem a kassza az érdekes, nem a kassza az érdekes, mint hanem az Istennek a keresése, ami azt mondom, hogy minden emberben benne van, csak ki hol és miben keresi.
Ez abszolút így van egyébként, persze, értjük. Ez abszolút értjük, csak kérdezem, hogy volt, aki félreértette, és esetleg bement, hogy azt hitte, hogy valójában rossz hely van, mert ugye a logó és néhány, a felirat, amit kiraktál, az nagyon hasonlít a Hiper, a Hipernek a logója. Nyilván, hát ez a legismertebb bolt egyébként itt is Ózdon, de semmi olyan szándékunk nem volt, hogy most őket bántsuk, vagy bárkit is bántsunk, sokkal inkább a figyelemfelhívás volt. Voltak rosszalom megjegyzések esetleg a gyülekezet idősebb tagjai részéről? Hát ez az orosz. Érdekes egyébként, hogy egy fiatalabb testvének volt egy ilyen, tudod, üdítő, a like mellett van ilyen jel a Facebookon, mert a Facebookon is megjelent a felirat, és akkor egy fiatalabb testvének volt egy ilyen üdítő megjegyzése. De van saját Facebook oldalatok? Hát az Ódi Görögotkos Egyházközségnek igen, van. Nagyon jó. Ezt bírom. Nagyon helyes. Ez tök jó egyébként. Mondjuk nem én kezelem, azért a gyerekeim kezelik általában, mert hogy nekem annyi gyerekem van, mint nektek hármótoknak. Ötös? Öt, hát jó tud számolni. Jó van, köszönöm. Honnan tudod, hogy nekünk hány gyerekünk van? Hallgatod a műsort, vagy járatod a Story magazin? Hülye, azért nem vagyok. Hát csak kérdezem, hogy... Nem, már tudtam, hogy kikkel fogok beszélgetni, és kicsit utána de arra is. Ja, tényleg? Utána olvastál? Komolyan? Igen? A Wikipédiát megnéztem, hogy ne. És megnézted a Wikin, hogy hány gyerekünk van? Hány gyerekünk van összesen? Hát ez nagyon... Hallottatok, de igen. Egyébként hallgatsz rád? No, de ez mi is oda a dolog? Mi ez, hogy hányat vallottatok be? Hát jó. Hello. A te szokcikkel. Ebben a szabados világban azért sok minden előfordul. Atyám, ha én adáson kívül felhívnálak, beszélnünk el. Igen. Kérlek, gyóntass meg. Tudsz titkot tartani. Így a felé. Igen, voltál első áldozó, akkor semmi akadálya. Hát, voltam. Voltam. Csak füstölt a szentelt víz, és anyám kihozott a templomból. Igen. Te figyelj, a felhívás miatt gyalogoltál, nem is tudom, tavaly előtt 120 kilométert? Négyszer mentünk már el innen Mária Pócsra, gyalog férfiakkal. És hát ez most az érdekes volt, mert mikor kitaláltuk először, hogy menjünk el, akkor ketten indultunk el, egy budapesti sráccal, akinek vannak ózdi gyökerei. És Kazinc Barszikán csatlakozott hozzánk egy cigány testvérünk, és tavaly már 20-an voltunk, és rendkívül érdekes, mert minden nap gyalogunk 30 kilométer. És ez azért emberpróbáló, mert nagyrészt aszfalton megyünk, de ugyanakkor olyan közösséget hoz össze, hogy el se innétek. Tehát itt, mit tudom én, 5-6 cigány testvérünk is volt velünk, barátom, és itt nincs rasszizmus, meg nincs szegregáció, tehát együtt eszünk, együtt izzadunk, egy kocsiban van a cuccunk, nagyokat beszélgetünk, együtt imádkozunk, tehát ez hihetetlen eleje van egy ilyen zarándoklatnak. És ez már első körben is ilyen zarándoklatnak indult, vagy pedig valami gondolt persze, a borsod persze, volna? Nagyon szeretek, hát én 51, a borsod volán. Ha te lennél, akkor biztosített volna. De mi komolyan gondoltuk első perctől kezdve, és én nagyon szeretek zarándokolni, mert hosszú ideig éltünk Kárpátalján, és onnan jöttünk többször gyalogosan, és nekem hiányzott egy picit, mikor Ózdra kerültem. És megnéztem a térképen, hogy belefér, és pont belefér egy vasárnapról vasárnapig. Vasárnapot nem tudok kihagyni, és akkor hétfőn reggel indulunk, szombaton este, ha kell, akkor itthon tudok lenni, és akkor mégiscsak van egy gyönyörű zarándoklat. És te tényleg motorozol és siálsz is, ez igaz? Hát az hülyeség, hogy motorozok. Diákkoromban motoroztam sokat, mert a feleségem egyébként ózdi, és ide jártam udvarolni a Nyírségből. Síjelni viszont nagyon szeretünk a családdal, ez biztos. A télnek az egyik gyönyörűsége, hogy a családdal együtt a nagy gyerekeinkkel, a kisebb is 19 éves, elmegyünk néhány napra síjelni. Wow. Meg teniszezni szeretek, meg íjászkodni, amit te is figyelsz. Komolyan? Reflexiad van, vagy csigás íjad? Milyen íjjal íjászkod? Csigás íjjam van. Csigás íjad van? Háruló. Hát ez a gyengi a fegyveren. Puhák a csigás íjjal mennek a komolyhozók. Jó, én gyártom, magam csinálom a veszőt hozzá. Persze, meg a csigász is. Nem a teszkó veszem. Na jó, van, itt fejezzük is be. Én reflexia megyek, az jobban szeretem. De a csigás íjak is nagyon, hát sokkal erősebbek nyilván a csiga miatt, de hát tehát azért egy szép reflex is. És teniszezel is, komolyan? Igen, megyek 9 órára teniszezni. Ma? De jó. Figyelj, cseréljünk számot, ha te meggyontadsz, én meg két tenyeres keresztel gyorsan rendbe teszem az egódat. Na, és akkor egy ilyen kölcsönös tanulási folyamatot itt egymásnak. A lányok tudják a számot, úgyhogy elérhető vagyok. Jó, játszol?
Nem, amatőr vagyok. Szeretek, inkább szeretek, mint tudok. Aha, egy lelkes amatőr. Aha. Igen. De jó, mennyi párhuzam van köztünk, hogy szeretsz sütni, főzni, és néha vannak bűnös gondolataid is. Hát nem. Hát bűnös gondolataim vannak, mert azért nem vagyunk tökéletesek, mi sem, csak szembe merünk vele nézni, meg próbálunk javulni. Pontos, mit csináljunk? Bűnös gondolatokkal mit csináljunk? Segíts egy kicsit. Tehát, hogyha nem csak hülyeségből mondanád a Jónás. Nem, most komolyan kérdezem. Én azt gondolom, hogy nekem az, hogy én 51 évesen egy kiegyensúlyozott családapa vagyok, és valamennyire hitelesnek élem meg magam, ebben a lelki vezetőimnek óriási szerepe van. Akiknél időnként, havonta, két hónapot elvégzem a gyónásomat. Istenem, hát az nekem csak egy gyónást tartana két hónapig, nem lenne elég a havi. De ez nyilván kívülről így látod, de ez belülről egészen másképp néz ki. Felnőtt emberek vagytok, tehát ez egy csoda, amit én megélek a gyónásaimban. És egyébként, hogyha papi életem öröméről beszélek, annak is az egyik legnagyobb öröme, amikor másokat segíthetek az ő lelki életében. De aranyos vagy, nagyon helyes ember vagy, örülök, hogy találkoztunk. Reméljük, hogy a felhívásod hatására és a beszélgetésünk hatására hétköznap is sokan betérnek akkor hozzá. Hát, ha még eljött tenni, szedni és eljött a templomba, és akkor biztos többen lennének, érted? Hát, az milyen lenne? Lehet, hogy megkerestek. Teniszezünk egyet, és utána beszélgetünk egy jót. Benne vagyok abszolút. Okay. Köszönjük, vigyázz magadra! Üdvözlöm a fiúkat, szia. Köszönjük szépen, Mármi. Orosz atyának köszönjük szépen. Ő nagyon helyes. Nagyon. Jó, figyelj, jó, ez a fajta nyitottság a világra, ez a Facebook, meg ez, hogy kitezed ezt a Tesco-s táblát. Csak így viccel, csak így, persze. Igen, nem lehet visszavonulni az 1000 éves bástyák mögé. Nem hát. De szimpatikus, de aranyos. Igen. De mit csinál? Azt most elmegy 9-re teniszezni. Most nyilvánvalólag ráért, nem hallottuk, hogy sietett volna. 9-től teniszezik. Aztán délután van egy kis... Ne, hát templom. Elmegy délután egy picit íjászkodni az erdőbe. Ő is csak Isten bárány, jó lambockám is. Ott az a szép őzlak, na irány a szemek közé. Pácska, na végigjába kaptam. Gyereknek enni kell. Az íjászkodás az egy jó dolog, azt megértem, hogy csinálj. Még 1000 éve nem tudtam már, de az nagyon meditatív sport. Elmenjek atyával, üssek el? Igen, főleg a veszőkeresése. Másfél-két órát kell. Nem, a veszőkeresés az úgy, aranyom, nagyon fáj a hátam, megnézni, hogy mi állt a hátam. A sancok ijászkodtak itt az erdvei, én ma meg segítek. Hát nem rőzse, 20 vesző. Hát elmegyek és beszélgetek vele együtt. Most komolyan, egy ilyen csendes meditatív délutánt így rászánok erre, hogy elmegyek és egy órát beszélgetek vele. Nagyon jó arc, szimpatikus. Csak ott tudjátok, hagyja. Ki van a Tesco-ba? Palát. Remélem, ott van a Rákóczi Jani. Megeszem az ostját, megiszom a misebort. Hát nem. Azzal a szemléletem, amit elmondtál a megszállásra, mi ez, atyám? Nem, az mi ott megvetél? Nem, ne köszönöm. És orosz atya pedig ott ül, érted, összetörül a látogatást. A kereszt így megfordul, így lefordul a kereszt. Jézus atya, úristen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.